az előző részben koffein szintet mértünk, most viszont megpróbálunk mi magunk is instant kávét készíteni, mármint nem porból italt, hanem italból port. Egyébként teljesen máshogy indult a Nescafé története, ugye a nagy gazdasági világválság idején egyszerre csak elfogyott a pénz és rengeteg eladatlan termék volt, úgyhogy minden azon állt vagy bukott, hogy ki tudja tartósítani nagy mennyiségben a termékét. Az instant kávét már 1881-ben szabadalmaztatta egy francia, de nagyon sokáig nem érdekelt senkit, hiszen egyszerűen megfőzték a kávét, és nem voltak ilyen raktározási nehézségek, úgyhogy eleinte csak arról szólt az instant kávé előállítás, hogy valamit csináljanak a termékkel, hosszú időre tudják tartósítani, és tulajdonképpen csak egy ilyen járulékos jótétemény volt, hogy kiderült, hogy ez otthon is egy praktikus cucc lehet. A Csodák palotájában vagyunk, ahol a tudományos oktatás szervezési vezető Zsolt hamarosan segít nekünk kávét instantizálni. Mielőtt bármiben belekezdtünk, nagyon fontos a védőfelszerelések, ugye? Köpeny, szemüveg, én felhúzom a kesztyűt is. Én is. A kávét lefőzzük, ne melegítsük túl a vizet. Lehetséges az, hogy 100 fok fölé melegíti valaki a vizet, és olyankor azért elég veszélyes dolgok történnek. Bármi belekerül, azonnal elfor, egy ilyen gőzfelhő formájában, és leégetheti az ember arcát. Jó, most belepakolom ugye a kávémat. Hány fokos most amúgy a víz? Most olyan 80 fok körül van. Egy jó kávé, nincsen párja. Egyébként én már nagyon én vagy. Légy szíves, vedd le. Remélem a marhabőr kesztyű kiállja a tűzpróbát. Így csinálod otthon a kávét? Nem, én nem így csinálok. Én instant kávét szoktam inni. És általában rohanva szoktam otthonra elindulni. Kicseréljük, és akkor ebbe fogjuk majd belerakni ebbe a nagyobb edénybe. Óvatosan kell majd így beleönteni. Az acc az nem menjen bele, mert akkor eltömődnek ezek a... Ilyen sört főzök, tudom, hogy igen? A szűrünk magát. Ja, jó, igen. Hát jó, oké, rendben van. Az instantizálásnak több módszere is van. Az egyik a fagyasztószárítás, a másik pedig az, amit most mi csinálunk. Ez elforralás? Elforralás, igen, az a... Lecsöpögött. Ér bele inni? Persze, így el bele nyugodtan. Szerintem iható? Én is megkóstolom. Már régen ittam. Bár laborvegyszerben nem iszunk bele és nem nyalakodunk. Ez teljesen jó. Nem is tudtam, hogy ilyen jó kávét főzök. Most pedig egy eléggé hosszadalmas folyamat következik, elforraljuk róla a vizet. Fél óra, 3-4 óra időintervallumot vett igénybe. De ez most egy instant kávé. Ez most egy instant kávé. Konkrétan ez az, ami visszamarad a víz után. És akkor ebből most csinálunk egy rendes kávét. Legyél a barista. Mennyire akarsz szépre maradni? Majd de sajnálod. Na jó, van, akkor rakod még bele. 80 fokos víz? Így van. Tehát nem forrásba lévő. Pont jó. Ez ugyanaz. Teljesen jó. Kicsit sok a masszera, kicsit hosszadalmas. Hát nyilván, aki instant kávét akar venni, az gyorsan szeretné elkészíteni. És az abban sem vagyok biztos, hogy olcsóbb így. Döbbenet, de azért ne próbáljátok ki otthon. Láthattátok tehát, hogy az instant kávé előállításához nem kell semmi más, mint kávé. Ipari szinten természetesen kicsit máshogy működik a dolog, hiszen hatalmas tartályokban főzik a kávét, amiből aztán kivonják a vizet. De ennyi. Tartsatok velünk a következő részben is, amikor megpróbálunk becsapni egy barisztát, illetve kipróbáljuk, hogy az utcaembere felismerje, hogy instant kávét iszik.